Jó estét kívánok! Tüntetők hatoltak be a Fidesz Lendvai utcai székházának udvarára. A civil demonstrálók, akik a bejáratot védő vaskapun másztak át, az alaptörvény negyedik módosítása ellen tiltakoznak. Mint elmondták, addig maradnak, amíg vissza nem vonják a javaslatot. A Fidesz szerint a tüntetőket Bajnai Gordon küldte a székház elfoglalására. Mintha turisták lennének egy idegenvezető esernyője mögött, pedig nem azok. 10 óra tájban bemásztak a Fidesz székház kapuján, és a kabátok alól rögtön előkerültek a feliratok. Mi azért vagyunk itt, mert tiltakozni szeretnénk az ellen, hogy a Fidesz-KDNP egy elnyomó rendszert épít ki, és a legújabb alaptörvénymódosításuk korlátozza a családok, az egyházak, az egyetemek, a hallgatók, a hajléktalan emberek és minden magyar választópolgárnak a jogait és szabadságát, és úgy gondoljuk, hogy ez ellen tiltakoznunk, szerveződnünk, sztrájkolnunk kell, ezt nem hagyhatjuk, ez egy lelkiismereti kérdés ezentúl. Pár perc elteltével már 4 rendőrautó állt az épület előtt. Hamarosan jött az 5. is, szirénázva, megkülönböztető jelzéssel. A váratlan kormánymozdulatból azonban karambol lett. A rendőr rögtön jelentette az esetet. A belső sávban haladó gépjármű. A Fidesz székház belső udvarán közben némán demonstráltak a tüntetők. Azért vagyunk itt, mert egy szabad és igazságos társadalomban szeretnénk élni, és ezért lelkiismereti kötelességünk, hogy tiltakozzunk a Fidesz-KDNP alaptörvénymódosítása ellen, ami jogfosztó, diszkriminatív és alkotmányellenes. Hamarosan bejöttek a rendőrök is. Vigyázzanak! Menjen arra! Egy fiatalembert emeltek ki a tömegből, akit kézben vittek a kapu elé. Igazoltatták, majd bilincsbe verve elvitték. Mint később kiderült, szabálysértési eljárást indítottak ellene. Délután engedték szabadon. 30 000 forint büntetést szabtak ki rá. Közben kiderült, hogy a néma demonstrálóknak hangja is van. Jelmondatokat skandáltak. Az alkotmány nem játék! Nem, nem, nem! Alkotmány demokráciát, jogállamot! Néhány szimpatizáns hungarocell darabokat hozott, hogy a földön ülő demonstrálók ne fázzanak annyira a hűvös, szeles, nedves időben. Megjelentek az ellendrukkerek is. Egy férfi hangtalan düvel állt bosszút az egyik fiatalon. Egy másik hölgy nem fukarkodott a szavakkal. Ki a fene tanított be titeket erre? Hol a francba tanultátok? Sok hülye. Ahelyett, hogy örülnének, hogy van egyszer egy tisztességes kormány. A délelőtt folyamán körülbelül 40 rendőr sorakozott fel az épület előtt, de hamarosan eltávoztak az osztagok. Hogy miért, az délben derült ki. A rendőrség sajtótájékoztatót tartott a Teve utcai székház előtt. Bejelentésre ment ki a rendőrség, ahol tájékozódtak, hogy mi történt egész pontosan, és jogi felvilágosítást adtak az ott lévő magánszemélyeknek és biztonsági őröknek, hogy ezt követően, mivel további intézkedésre nem volt szükség, ezért elhagyták a helyszínt. A Lendvai utca sarkán ugyancsak déltájban tűnt fel Kocsis Máté és Selmeci Gabriella. Hát, hölgyeim és uraim, ez érdekes nap ez a mai. A Fidesz kommunikációs igazgatója sajnálta, hogy a demonstrálók nem hajlandók a párbeszédre. A vélemény szabadsága nem egyenlő az erőszak szabadságával. Az agresszió nem elfogadható a viták rendezésére. Hogyha valakinek vitája van a szomszédjával, az nem jogosítja fel arra, hogy berúgja az ajtaját. A szóvivő egy süteményes tányért tartott a kezében. Hoztunk egy kis házi süteményt is. A tányéron nápolyi és tartós keksz volt, nem házi sütemény. A szóvivő mindenért az Együtt 2014 vezetőjét tette felelőssé. Ha Bajnai Gordon nem ilyen akcióval küldi őket ide, akkor sokkal egyszerűbb lett volna a helyzet, bár valószínű, hogy akkor nem lett volna akkor a média visszhangja. A két fideszes kommunikátor távozása nem sikerült túl elegánsan. Piacon kockáztatnák az önkét. Szégyeljék maguk, persze! Persze! Magyarázzák! Jogállamot! A hazugságnak! A délután folyamán még újabb tüntetők és ellentüntetők jelentek meg a Lendvai utcában. A demonstráció azonban alapvetően békésen zajlott. A Fidesz közleménye szerint körülbelül 500 000 forintos kár keletkezett.